Igazi családi délutánt és estét kínált a Művelődési Központ vasárnapi programja, a Legyen a zene mindenkié Kodály Zoltán népzenei találkozó. 13 órától a Hagyományőrzők házában berendezett kiállítással, kézműves foglalkozásokkal és népi játékokkal kezdődött a délután. A folytatásban az Érsekkert szabadtéri színpadán Csík János és a Mezzó sajátos és jó hangulatú koncertjét élvezhették az érdeklődők, majd a Csurgó együttes vidám gyermekeknek szóló előadását. A nap csúcspontjára 17 órakor került sor, amikor is bemutatkozási lehetőséget kaptak a helyi és környékbeli hagyományőrző csoportok. Ami külön öröm számomra, hogy a fellépőknél a korosztályok, az egész pici gyermektől az idősekig fellépnek, úgyhogy átadják az idősek a fiataloknak ezt a szép hagyományt, hogy ezeket őrizzék. Ez egy nagyon fontos kulturális értéke Kalocsa városának, illetve a környéknek, úgyhogy ebből is látszik, hogy lesz ennek jövője, lesz ennek folytatása, és igenis az ilyen népzenei találkozóknak helye van városunkban, és ez színesíti Kalocsát, színesíti a programjainkat. A hagyományteremtő és egyben hiánypótló rendezvényen közel 3 órán keresztül váltották egymást a különböző viseletekbe öltözött ének és táncegyüttesek. A legnagyobb sikert egyértelműen a gyerekek produkciói aratták. A programról készült részletes beszámolónkat a szeptember 29-ei Múzsa című kulturális magazinunkban láthatják.